Palicsi Miroslav Antics általános iskola diákjai szerb és magyar nyelvű műsorral kedveskedtek az időseknek. Virággal köszöntötték fel a születésnapjukat ünneplő lakókat és az alkalmazottakat is. Julka néni a 83. születésnapját ünnepelte. 3 éve itt vagyok, most már 3. éve, és nagyon jól érzem magamat. Szép a kiszolgálás, szót fogadnak a lányok. Mink is azért szót fogadunk nekük, mert hát kell szót fogadni egymásnak, igen? A Villa Ancora 9 évvel ezelőtt az első vajdasági magánotthonként jött létre. Ma már komoly tekintélynek és elismerésnek örvend, lakóinak zöme korábban távoli országokban, Kanadában, Németországban vagy éppen Ausztráliában élt. Akadnak azonban szabadkai és palicsi lakói is. Van tehát egy 70 bent lakónk, most nem mindenki vesz részt a programokon, mert sokan ágyhoz vannak kötve, és a szabadkai, illetve a palicsi otthon lakói itt vannak mindannyian, és az orvosunk persze, és a Villa Ancora csapat. És ugye az október 1-e az idősek világnapja alkalmából most ezért hoztunk egy meglepetés vendéget a kokborászatot Magyarországról. A hajós bajai borvidékhez tartozó Borotán működő borászat az év borászata versenyen 3. lett Magyarországon. A tulajdonos 10. felmenője még az 1700-as évek végén hozta létre szőlőültetvényét. Kós Csaba 1991-ben nagyapjától vette át a stafétabotot. Hoztam ide a Kóstóra magammal egy olyan kadarkát 2012-ből, ami 2013-as év kadarkája lett Magyarországon. Megnyerte a nemzetközi kadarka versenyt, amit Magyarországon rendeztek. A Villa Ancora lakói csak néhány borfajtát kóstoltak meg, mondván, hogy többet nem szabad, mert nem az orvos írta fel nekik. Arról a néhány nedűről azonban, amelyeket megízleltek, elismeréssel szóltak. Borkóstoló közben még táncra is perdültek. A csárdást és kólót, igaz csak rövid ideig, orvosuk és az otthon alkalmazottainak társaságában ropták egészen a finom ünnepi ebédig.